Timóteushoz írt második levélből szeretnék egy igét olvasni. Timóteushoz írt második levél első fejezet hetedik verse így hangzik. Timóteushoz írt második levél első fejezet és a hetedik vers így hangzik. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Kiragadtam egy rövid mondatot abból a levélből, amit Pál apostol Timóteusnak írt. Azt mondja ebben a rövid mondatban Pál apostol, hogy a Jóisten nem a félelemnek a lelkét adta nekünk. Mégis azt látjuk, hogy ahogy most élünk ebben a modern világban, az emberek nagyon odafigyelnek arra, amikor a félelemről van szó. Sőt, talán azt lehet mondani, hogy az emberek, bár tele vannak mindenféle félelemmel, mégis még maguk keresik a félelmet, hiszen az egyik legdivatosabb ilyen film irányzat, a horrorfilmeknek az irányzata, egyre többen néznek ilyen filmeket, keresik az emberek a félelmet. Az egyik gyülekezetünkben két hetente van evangelizáció, ez abból áll, hogy minden egyes alkalomra meg van hirdetve egy téma, az öröm, a szomorúság és különböző más témák. Így körbeülve asztaloknál beszélgetnek erről a témáról emberek, mindig fel van téve néhány kérdés, és van egy előadó, aki a megadott témában tart egy előadást. És hát van olyan téma, amelyikre többen jönnek el, van olyan téma, amire kevesebben jönnek el, és most hallottam, hogy amin a legtöbben voltak, az a félelemről szólt. Milyen érdekes, hogy az emberek ennyire érdeklődnek a félelem iránt. És hát, hogyha az ember kezébe veszi, ez a jó vastag könyv a polcomon, a pszichopatológia könyv, azt mondja, hogy manapság napjainkban a legnagyobb számban előforduló betegségcsoport az a szorongásos betegségek, aminek az alapja a félelem, hogy az ember valamitől fél. Nagyon gyakran kezdenek úgy prédikációkat, lelkészek, hogy megnézem, hogy ez a kifejezés hol szerepel először a Bibliában. És hát én is úgy gondoltam, hogy megkeresem, hogy a Bibliában hol szerepel először a félelem szó, de aztán rájöttem, hogy teljesen fölösleges ezt megkeresni, mert hogy a Bibliának a leges legelején, bár nem szerepel maga ez a szó, de mégis maga a félelem érzése megjelenik. Már nagyon korán, talán én úgy visszaemlékszem, hogy valamikor még itt a siófoki szolgálataimnak a legelején tartottam egy olyan témáról egy Isten tiszteletet, ami Ádámnak meg Évának a történetét elemezte ki, és ott arról volt szó, hogy ugye a kísértő újabb és újabb próbálkozásokat tesz, hogy valahogy meggyőzze az embert, hogy nem az Istenre kell hallgatni, hanem arra, amit ő mond, és az első emberpár ezekben a kísértésekben egy darabig nagyon erősen kitart, és hogy amikor mégis megtörnek, amikor mégis sikerül a kísértőnek elérni azt, ami a célja volt, akkor tulajdonképpen nem másról van szó, mint mikor azt mondja, hogy ha esztek erről a fáról, akkor jónak és rossznak tudói lesztek, és azt mondja, a bölcsességért evett arról a fáról. Mert mit gondolt magáról az első ember? Hogy félek attól, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég bölcs, félek attól, hogy valami kisebb rendűségi érzés van bennem, hogy én nagyobb és többet tudó akarok lenni. A félelem már ott volt az emberben. És aztán különösképpen megjelenik a félelem akkor, amikor hűvös alkonyatkor megjelenik az Úr, és elbújnak az Isten elől. Mert jön a felelősségre vonás. És milyen érdekes az, hogy egy eseményen belül kétszer megjelenik a félelem, egyszer úgy, hogy félek valamitől, és a félelem bűnre vezet, az lesz a következmény, hogy bűnt követek el. Utána elkövettem a bűnt, és utána félek a bűn következményétől, és újabb bűnöket követek el, azért, hogy valahogy eltussoljam a félelmet. Tehát a félelem egy nagyon szörnyű dolog, mert nagyon sok esetben
nem csak arról van szó, hogy az emberben van egy kellemetlen érzés. Nem csak arról van szó, hogy az ember így nem érzi jól magát. Lehetne arról is beszélni, hogy a félelem hatására milyen fiziológiai reakciók játszódnak le az emberben, és hosszú távon ezek milyen betegségek kialakulásához vezetnek. Lehetne arról is beszélni, hogy a félelemben élő ember milyen rossz döntéseket hoz az életében, és mennyi kárt fog elszenvedni, amiatt, mert fél, és nem jól tud gondolkodni. De hogyha ezeket félretesszük, akkor is csak azt nézzük, hogy van a félelem, és nem csak a betegségekben, nem csak a rossz döntésekben, hanem nagyon sokszor megnyilvánul abban, hogy az ember elkövet a félelem miatt különböző bűnöket. Hányszor és hányszor tapasztaljuk azt, hogy emberek félnek valamitől, félnek attól, hogy nem lesz elég a pénzem, ezért, hát hogy több pénzhez jussak, tisztességtelen módokhoz folyamodok, és elkövetnek bűncselekményeket. Félek attól, hogy, és mondanak valamit, hogy miért, és szinte a félelemmel meg akarják magyarázni azt, hogy mi az, ami miatt ők elkövettek valami rosszat. Persze nem mindig ilyen rosszról szól a dolog. Vannak olyan általános félelmek az emberekben, amik minden korban valahogy mindig megkísértették az embert. Ilyen a halálfélelem. Az emberek fiatalon, idősebb korban, különböző életkorokban, különböző formában, különböző mértékben, de hogy egyre újabb és újabb alkalmak jönnek, amikor eszükbe jut, hogy félek a haláltól. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy milyen tragikus körülmények között halnak meg emberek, olyanok, akiket mi ismertünk. Emlékszem arra, hogy néhány héttel ezelőtt éppen hazamentem, mindig pont akkor van a valami nem tudom milyen híradó, és sokszor megfogalmazódott bennem, hogy nem tudom milyen híradó ez, de hogy semmi másról nincs szó, mint hogy elütötték, megölték, kirabolták, tehát hogy mindig csak valami rossz dolog, és olyan tragikus volt hallani, hogy egy fiatal hölgy egy autó balesetben, ott Sárvár környékén az életét veszítette, és aztán eltelt egy néhány nap, amikor ugye azon a környéken vannak rokonaink, megtudtam, hogy az a mi rokonunk volt. Igaz, én személyesen nem ismertem, de tehát gyakorlatilag egy családtagomnak egy közeli ismerős vagy rokona. Tehát, hogy milyen borzasztó az, és ott volt, beszélgettem a férjével ennek a fiatal asszonynak, aki az életét veszítette, tehát milyen tragikus dolgok történnek. Megtörténnek dolgok, hogy az emberek életüket veszítik, és akkor az ember elgondolkozik, hogy mit jelent a félelem. Vagy a környezetünkben, a családtagjaink körében vannak gyógyíthatatlan betegek. Vagy amikor a mi életünk jár arra felé, hogy úgy bele kell gondolnom, hogy előbb-utóbb majd én is meghalok. Van egy nagyon érdekes felmérés, hogy az embereknek milyen csoportja mennyire fél a haláltól. Ugye felvetődik egy ilyen gondolat, hogy hát aki hívő ember, az nyilván nem fél a haláltól, mert az hisz abban, hogy a Biblia beszél feltámadásról, örök életről, különböző olyan dolgokról, amelyek azt mondják, hogy ne félj a haláltól. És egy nagyon érdekes felmérési eredmény figyelhető meg, több helyen interneten is rajta van. Azt mondja, hogy három csoportba lehet sorolni az embereket. Vannak az ateisták, akik nem hisznek az Isten létezésében. Az ő számukra természetesen az van, hogy az ember megszületik, aztán egyszer csak meghal, megszülettünk, meghalunk, vége mindennek. Ennyi volt, tehát ez az élet, egy ilyen rövid valami. Ők olyan közepes mértékben félnek a haláltól. És vannak azok az emberek, akik ma a magyar statisztikák szerint egyébként a legtöbben vannak, nem az ateisták vannak a legtöbben a statisztikák szerint, hanem a vallásos emberek, azok a vallásos emberek, akik leginkább úgy szokták meghatározni az ő valláshoz viszonyított viszonyukat, hogy vallásos a maga módján. Ugye ez azt jelenti, hogy
hát úgy nem tagadom az Isten létezését, hiszek talán abban is, hogy a Bibliában sok igazság van, hiszek abban, hogy jó dolog az, hogy mi egy ilyen keresztény Európában élünk, meg ezt úgy hangoztatjuk is. Hát nem járok Isten tiszteletre, mert és akkor mindig jön valami kifogás, hogy miért nem. Naponként nem olvasok Bibliát, meg nem imádkozom, mert, és megint jön valami kifogás, de én alapvetően egy hívő ember, vagy egy vallásos ember vagyok. Na ezek az emberek az ateistáknál sokkal jobban félnek a haláltól. És ez egy nagyon megdöbbentő dolog, hiszen őket érdekli ez, és talán azért félnek jobban, mert ők még jobban nyomozódnak, ők még jobban foglalkoznak ezzel, hogy halál, mit jelent az élet, mit jelent a halál, mi van az élet után, vagy mi van a halál után, és különböző eredményekre jutnak, de valahogy ez az eredmény mindig arra vezeti őket, hogy még jobban félnek a haláltól. És vannak azok az emberek, akik rendesen, olyan komolyan gyakorolják a hitüket, akik gyülekezetbe járnak, rendszeresen, Isten tiszteletre járnak, imádkoznak, Bibliát olvasnak. Na ők azok, akik kevésbé félnek a haláltól. Tehát milyen érdekes ez a megosztás. De hogy ez a félelem valahogy olyan általános, hogy a halál az nem egy jó dolog, és van bennünk egy fajta félelem. De nyilván nem csak a haláltól félünk, hanem nagyon sok mástól is. Jézus Krisztus az egyik alkalommal tanítványai körében elmondott egy beszédet. Ugye a tanítványok azt kérdezik a mestertől, hogy hát milyen jele lesz a világ végének, a második eljövetelnek, és Jézus elkezdi sorolni a különböző jeleket. Talán erről is sokszor, vagy ezt is sokszor mondtam már, hogy olyan megdöbbentő, hogy csupa rosszabbnál rosszabb dolgokat sorol Jézus. Mindenféle katasztrófa, mindenféle szörnyűség fog történni, amikor az ember már úgy érzi, hogy már ennél szörnyűbb dolog nem történhet, akkor tesz egy megjegyzést Jézus, hogy mindez a nagy nyomorúságnak csak a kezdete, és utána folytatja tovább, hogy mennyi sok rossz dolog történik. És akkor ott van egy pici, ami pozitív dolog ott az utolsó időben. De most én is az egyik ilyen rosszról szeretnék beszélni, hogy Jézus azt mondja, hogy a gonoszság megsokasodik az emberekben. És ennek az lesz a következménye, hogy a szeretet meg meghidegül. Ugye a gonoszság megsokasodik. Ha megnézzük azokat a jeleket, amikről Jézus beszél, akkor úgy nagyon jól jelzik, vagy jellemzik a mai kort. Tehát azt mondhatjuk, hogy valahogy, mintha ebben a korban élnénk. Vagyis nem csak, hogy ilyen relatívan mi úgy érezzük, hogy a gonoszság megsokasodott a környezetünkben, hanem a proféciák is ezt jelezték előre, a statisztikák ezt mutatják, és lám, mivel hogy a gonoszság megsokasodott, azt látjuk egy másik statisztikából, hogy mellette a félelem és a szorongás is megnövekszik az emberekben. És hát igazából, ha belegondolunk, tényleg van abban logika, hogyha megnövekszik a gonoszság, akkor hát ott az emberek jobban félnek. Tehát ha eljövök ide a gyülekezetbe, akkor leteszem volna nyugodtan a táskámat, és nem izgulok, hogy majd valaki hozzányúl, vagy kivesz belőle valamit, meg úgy egyáltalán olyan jól érzem magam itt a testvérek között. Szokott az is lenni, hogy főleg így karácsony előtt, hogy a börtönmisszió keretében elmegyünk a börtönbe, és most is hívtak, hogy majd prédikáljak, és hát ott jó érzés az, hogy a bejáratnál úgy mindent be kell zárni egy szekrénybe, és oda belülre már nem lehet bevinni, meg hogy néha kezünkbe adnak ilyen kis kütyüt, hogy ha baj van, akkor meg lehet nyomni, és akkor majd segítségünkre szorulnak. Tehát, hogy ugye a börtön attól börtön, hogy azt mondjuk, hogy ott megsokasodik a gonoszság, vagy azoknak az emberek száma, akik már legalábbis követtek el olyat, ami törvénytelen, tehát ott már kevésbé érzi magát biztonságban az ember. Ott már van az emberben egy szorongás. Ott már van egy félelem az emberben, hogy
mikor úgy végig megy ott a folyosón, vagy körbeveszik, nem tudom, százan ott a rabok közül. Tehát az embernek van egy más érzése, nem az, mint a gyülekezetben. És ha belegondolunk, nagyon sok mindent más, nagyon sok minden mást is mondhatunk, hogy otthon, a családi körben biztonságban érzem magam. Ha még akkor is, ha sötét van és le van kapcsolva a villany, de ha kimegyek a sötét utcára, már kevésbé. És aztán lehetne sorolni, hogy mennyi minden igaz még ezzel kapcsolatban, hogy a gonoszság megsokasodik, az emberekben a félelem megnő. És azt mondja, hogy az utolsó időkre ez lesz a jellemző. Pedig mit mond Pál apostol a fiatal tanítványának? Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten. Az Isten nem azt szeretné látni, hogy az ember fél. Az embernek nem, az emberrel nem az a célja az Úrnak, hogy bár itt a gonosz világban kell élnie, de hogy amennyire lehet, valamit tegyen a félelme ellen, hogy ne kelljen ilyen rettegésben és félelemben élnie. Mert mondtam a halálfélelmet, mondtam a gonoszságtól való félelmet. Aztán az ember nagyon sokszor fél a különböző befolyásolhatatlan eseményektől. Amikor azt látom, hogy történnek dolgok, és nem tudok ellene tenni semmit. És akkor fél az ember. Nagyon fontos dolog az, hogy amikor az ember valamit meg tud tenni, és megteszi, akkor elmúlik a félelem. De hogyha olyan dolgok történnek velünk, amit nem tudok megváltoztatni, akkor az emberben egy olyan félelem van, hogy hát semmi esélyem nincsen. Semmilyen lehetőség nincs elkerülni, kikerülni. Az előbb említettem, hogy Jézus tanította a tanítványokat, utolsó idők jeleiről is beszélt. Lukács evangéliumához szeretnék lapozni, ahol ez a történet van leírva, és onnan szeretnék idézni egy mondatot. Lukács evangélium a 21. fejezet, 25. és 26. verse a következőt mondja. Lukács evangélium a 21. fejezet, 25. és 26. verse. És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Mennyire jól jellemzik ezek a mondatok azokat a napokat, amiket élünk, hogy az emberek szinte elhalnak a félelemtől. Újra és újra halljuk azt, hogy növekszik a terrorveszély, halljuk azt, hogy Törökország tervezi, hogy ha nem teljesítik a kéréseit, akkor még 3 millió migránst ideenged az országunkba, és mi lesz akkor a gyermekeinkkel. És aztán halljuk azt, hogy fogynak az energiakészletei a Földnek, hogy globális felmelegedés indult el, és már az elmúlt télen alig volt hó, és egyre jobban melegszik a levegő is, hamarosan kihal az élet itt a Földön. Mindenfélét hallunk. Halljuk azt, hogy a nyugdíjak is már veszélyben vannak. Vajon lesz-e még nyugdíja annak, aki most tervezgeti, hogy majd hány éves korában fog nyugdíjba menni, azt is ugye emelik, már most lassan 70 éves korban sem lehet elmenni nyugdíjba. Vajon lesz-e még egyáltalán nyugdíj? Különböző dolgoktól félünk. Különböző dolgok miatt rettegünk. A jövő egy kiszámíthatatlan, bizonytalan a számunkra. Egyre bonyolultabb és bonyolultabb a világ, amely körülvesz bennünket. Halljuk azt, hogy különböző olyan dolgok történnek, hogy a számítógép segítségével ellopnak adatokat, és eltűnik a pénze az embernek a számláról. Különböző dolgok történnek, az ember meghallja és fél. És egyre több ilyen van. És nem csoda, hogy olyan szépen teljesednek sajnos ezek a gondolatok, hogy az emberek elhalnak a félelemtől.
És hogyha arra gondolunk, hogy még mennyi minden van a proféciákban, amely mind-mind azt mondja, hogy na jó, egy darabig még így lesz, de utána már meg lehet nyugodni. Nem, hanem azt mondja a profécia, hogy egyre nagyobb lesz a nyomorúság, és hogyha nem rövidítetnének meg ezek a napok, akkor senki nem élné túl. Hogy olyan nagy lesz a nyomorúság. És éppen ezért van az, hogy ez a félelem egyre nagyobb jelentőséggel ott van az életünkben. De azért most már mondjunk valami pozitív dolgot is, ne csak ilyen elrettentő dolgokat. Azt olvastuk, hogy az Isten nem a félelem lelkét akarja adni az emberbe, hanem mond három kifejezést Pál apostol. Az első, amit mond, azt mondja, hogy az erőnek a lelkét. Mi az, hogy az erőnek a lelkét? Milyen erőt ad az Isten az embernek? Hát figyeljük meg, hogy egy-egy szombatiskola alkalmával, egy-egy beszélgetés alkalmával a gyülekezetben hányszor és hányszor elhangzanak olyan pozitív tapasztalatok, amikor valaki beszámol arról, hogy annyira féltem bizonyos dolgoktól, de az Úr erőt adott, és sikerült megtenni. Annyira féltem, hogy mi fog történni, de az Úr erőt adott. Hát ez az, amikor a Jóisten megígéri, és megígéri azt, hogy az ő gyermekeinek erőt ad, és olyan dolgokat el tudnak viselni, amiket egyébként nem. Jobb miért tudta elviselni azt, hogy annyira mondták neki a magukét azok a bizonyos barátok, de Jobb állta a sarat, ahogy szoktuk mondani, tűrt, és kitartott az igazság mellett. Miért? Mert az Úr adott neki erőt. És milyen jó, hogy a hívő embernek van egy ilyen plusz. Milyen jó, hogy amikor a hívő embert sem veszi ki a nyomorúságból a Jóisten, nekünk is ebben a világban kell élnünk, és mi is megérzünk sok mindent ebből a nagy nyomorúságból, de mellette van egy ilyen plusz. Milyen jó az, hogy amikor az ember úgy gondolkozik azon, hogy hogy lehetne bizonyságot tenni a hitemről, hogy lehetne valakinek valamit elmondani, hogy lehetne megvalósítani azt, hogy itt még emberek halljanak ezekről a dolgokról, és úgy nem nagyon van bátorságunk, akkor mi is megtapasztaljuk, amit annak idején ott az apostolok megtapasztaltak, olvasok is el ezt a mondatot, mert nagyon szépen megvan fogalmazva. Apostolok cselekedetei első fejezet 8. versében, a következőt olvashatjuk, ugye annak idején az első tanítványok, amikor elkezdtek dolgozni, és Jézus majd meghatalmazza őket, hogy menjenek el, akkor a következőt mondja, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamáriában, és a földnek mindvégső határáig. De sokszor van erről vita, hogy miről lehet megállapítani azt, hogy valakit betöltött a Szentlélek, vagy miről lehet felismerni azt, hogy a Szentlélek ajándékát megkapta valaki. És ez a mondat nagyon szépen megfogalmazza, hogy a Szentlélek megjelenik, mi lesz a jellemzője, vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok. Tehát lesz erejük, tudnak bizonyságot tenni, ott van a szívükben a Jóistennek az üzenete, és el tudják mondani, meg tudják fogalmazni. Jézus mondja azt, hogy hát aki szégyell engem, én is szégyellenni fogom azon a napon. És milyen sokszor vagyunk így ebben a mai korban, hogy hát legjobb az, hogyha nem vívjuk ki az emberek haragját, minek arról beszélni, hogy én mit hiszek. Majd a Jóisten úgyis tudja, mi van a szívem mélyén. Pedig felelősségünk van a másik ember iránt, hogy vajon a másik embernek nem ugyanarra lenne szüksége, hogy valahogy megismerjen, rátaláljon az Úr útjára? És nem lehetnék én valamilyen eszköz abban, hogy ez az emberben valami felébredjen? Nem tudom, hogy mi. Lehet, hogy én nem tudok jól prédikálni, lehet, hogy én nem tudok olyan bölcs tanításokat elmondani, de mégis lehetek egy eszköz az Úr kezében.
mégis fel tud engem valahogy használni a jó Isten. Mikor? Hát, ha vesztek erőt és lesztek tanúim. Tehát, hogyha én magam legalább rendelkezem a Szentlélek ajándékával, az erővel, mert odafigyelek arra, hogy a Jóisten mit szeretne velem tenni. Aztán van a másik, a második dolog, amiről Pál apostol mond, hogy a félelem helyett minek a lelkét akarja az Úr adni, az a szeretet. Azt mondja, a szeretet. Hogy jön a szeretet a félelemhez? Hát ugye János első levelében van egy nagyon jól ismert ige, amely meghatározza azt, hogy hogyan lehet a szeretet segítségével a félelmet kiűzni. Ez a János első levele, 4. fejezet és a 18. vers. János első levele, 4. fejezet és a 18. vers így hangzik. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Milyen jól megfogalmazza János azt, hogy a félelem az gyötrelemmel jár. A félelem az egy szörnyű érzés az emberben. Van egy tanulmány, egy nagyon régen írt könyv, még Ransburg Jenő írta, mi a félelemről szól, arról, hogy hogyan alakul ki az emberben a félelem, és milyen következményei vannak, és azt írja, hogy meg lehet figyelni azt, hogy a félelem hatására az emberekben nagyon gyakran kialakul egy olyan dolog, amit a szakemberek úgy hívnak, hogy regresszió, ami gyakorlatilag nem más jelent, mint hogy az ember úgy olyan gyermekiessé válik, úgy visszamegy, mintha fejlődésbe visszamenne, és úgy, mint a kisgyerek úgy keresi a segítséget. Hát, hogyha van egy nagyobb bacska gyerek, amelyik már úgy elmegy ide-oda, sétálgat, eljátszogat, és ha meglát valami idegen dolgot, akkor szalad az anyukájához, rángatja a szoknyáját, ahogy szoktuk mondani, és kiabál, hogy anyu, anyu. És miért tesz ilyet? Hát előtte pár perccel még vidáman játszott ott már egyedül. De most fél valamitől, azonnal megy, hogy anyu, anyu, segíts. És nagyon gyakran vagyunk mi is így, hogy amikor éppen az előző dolgok miatt félelem alakul ki bennünk, akkor mi is keresnénk, hogy kibe tudunk kapaszkodni. És mi a legnagyobb baj a mai embernek, hogy egyedül van? Ugye hányszor halljuk, hogy ilyen divatos kifejezések jönnek élet, hogy társas magány, meg hasonló dolgok, hogy még a társ kapcsolatban is az ember sokszor magányosnak érzi magát, nincs kihez menni, nincsenek segítő társak, hogy mennyire igaz napjainkra az, ami ott Jézussal az egyik történetben játszódik le, hogy az egyik ember azt mondja neki, hogy nincs emberem, nincs, aki segítsen. És hát nagyon sokszor az emberek nem fedezik fel, hogy ott van a jó Isten, akihez szintén lehetne menni. És hogy micsoda jó dolog az, hogyha megtapasztalom Istennek a szeretetét. És ez az Istennek a szeretete kiűzi a félelmet. És hogyha bennem is valami szeretet alakul ki ennek hatására, akkor még inkább elmúlik a szeretet. Az előbb említettem a Ransburg könyvet, ő azt mondja, hogy nagyon gyakran ez úgy játszódik le egy ilyen folyamat, hogy kialakul az emberben a félelem, ebből kialakul egy ilyen frusztrált állapot, és mit csinál az ember? Így nem érzi jól magát, agresszívé válik. És így győzi le a félelmét. Mi az agressziónak nagyon gyakran a táptalaja? A félelem, hogy valahol belül az ember fél, és akkor támadok, hogy kimutassam azt, hogy milyen erős vagyok. És hogyha nem hagyjuk, hogy ez a folyamat menjen végbe bennünk, akkor ott van helyette a szeretet. A szeretet, amely kiűzi a félelmet, és nem hagyja, hogy ilyen agresszív emberekké váljunk, ami úgy annyira jellemző a világra, hát hiszen ezért mondja Jézus, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet meghidegül az emberben.
És végül még egyetlen dolgot szeretnék említeni a józanságról, mondja Pál az utolsót, hogy a józanság lelkét adja az Úr. Mi az a józanság? Az, hogy az ember elkezd gondolkodni. Egy érdekes kérdés, hogy hogy lehet a szorongás zavarokat gyógyítani, hogy lehet a félelmet kezelni. Hát erre ugye azt szokták mondani, hogy az ember nézzen szembe a félelem okával, vagy a tárgyával, és értse meg a helyzetet, és nem fog annyira félni. Nyáron, Balaton lellén egyszer nagy kiabálást hallottam, és szaladtak oda hozzám, hogy menjek gyorsan, valami segítséget kell hívni, mert egy hatalmas vipera van az egyik faház ajtójába. És mindjárt veszélybe vannak itt a gyerekek, meg az emberek. Én annyira nem értek a kígyókhoz, de kerestem ott valakit a táborozók közül, mondta, hogy ő valami biológus, és nagyon jól ismeri az ilyen viperákat, meg egyéb kígyókat. Oda ment, megnézte, és mondta, hogy hát ez egy sikló. És nem kell félni, ez nem bánt senkit. De hát mondták, hogy ekkora sikló nem létezik, és biztos, hogy nagyon nagy veszélyben vagyunk. És ez az ember, ez pont a kezébe volt egy ilyen tablet, és azonnal az interneten keresett képeket, és pont valami hasonlót, és tessék, itt van, hogy ez egy sikló, és utána elkezdett onnan olvasni, hogy a siklóktól nem kell félni, milyen jellemzőik vannak, és aztán ő maga szépen ott bele segítette egy vödörbe, és mondta, hogy kivisszük oda a Balatonba, és az emberek nagy része megnyugodott. Miért? Rájött, hogy tényleg nem vipera, és tényleg nem kell félni, megértették az emberek. És sokszor azért félünk dolgoktól, mert nem értjük a dolgokat. És hogyha megértjük, akkor megnyugszunk. Múltkor így lapozgattam a kis noteszomat, mindig úgy szoktam kezdeni a napot, hogy felírom, hogy mik azok, amiket ezen a mai napon mindenképp el kell intéznem. És úgy néztem, hogy volt egy ilyen, hogy első fogorvos, második államkincstár, harmadik utalás, következő lap, fogorvos, az államkincstár azt tegnap elintéztem, meg az utalást is, és akkor még hozzáírtam, mit kell. A következő lap megint fogorvos, mert ugye ez mindig ott volt, ez valahogy mindig halasztottam, mert attól úgy fél az ember. Fogorvoshoz menni, hát az mindig halogatja az ember, mert hogy félünk a fogorvostól. És aztán egyszer úgy, na jó, most már nem halasztom tovább, elmegyek a fogorvoshoz. És túl volt rajta az ember, és olyan jó volt, hogy már nem kellett ezzel kezdeni a noteszt. Ki lehetett húzni, hogy na ezen is túl vagyok. És megszűnt a félelem. És nagyon sokszor vagyunk így, hogy csak halogatunk dolgokat, mert félünk, holott, ha gyorsan túl lennénk rajta, akkor nem kellene ilyen hosszú ideig átélni ezt a félelmet. És hogyha szembenéznénk dolgokkal, ha megértenénk dolgokat, az előbb mondtam félelem, frusztráció, agresszió. Sokszor agressziókat, haragokat, gyűlölködéseket lehetne legyőzni azzal, hogy utána járunk dolgoknak, megbeszélünk dolgokat, nem alakulna ki bennünk a félelem. Milyen jó lenne, hogyha tényleg megtapasztalnánk mindannyian az életben azt, amit Pál mondott, hogy a Jóisten nem félelemnek lelkét adta nekünk, hanem azt mondja, hogy az erőnek a lelkét, a szeretetnek a lelkét és a józanságnak a lelkét. Adja az Úr, hogy ezt tanuljuk meg Pál apostoltól, és ezt tapasztaljuk meg a mindennapi életünkben, hogy a Jóisten így akar vezetni bennünket, és segítsen a Jóisten, hogy tudjunk legyőzni olyan félelmeket, amelyek fölöslegesen vannak meg az életünkben. Persze vannak dolgok, amik ezután is majd félelemmel fognak eltölteni, de hogy ne nehezítsék ezek a mi mindennapi életünket. Amen.